Szép estét minden magyarnak határon, innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Kezdjük is a Mester 3-assal, ugye bár lájkoljatok, osztátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki az árdiagram elemzéseimre kíváncsi, az ezen a linken keresztül azt is eléri, most már még Binance Coinra is rajzolgattam egy pár dolgot, mert nem gyengét jött. Azt mondja, hogy aki olyan részletesebb információkra kíváncsi, amit nem tudok megosztani az esti híradóban, az a kriptadás linkeken keresztül ezeket is eléri. Bocsánat. Aki kriptovalutát szeretne vásárolni, azt talál itt kettő linket, egy Coinbase-eset, ők a legbiztonságosabbak, illetve egy Binance-eset, ők pedig a legnagyobbak a világon, és látjuk is, hogy hogy törnek fel az érre. Mind a kettőhöz történő regisztrációhoz készült már majd egy magyar nyelvű segédlet, illetve zárásként, aki fizikai pénztárcára szeretné áttalálni a pénzét, jó, hogy baj, mondom, nekem is, neked is maja majd, jó, hogy mondom a női dolgokat a hírek előtt, mert azért jövök ilyen későn, mert főleg próbálgatnak itt manipulálni, meg kutyának használni, meg ez az. Na de, aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptovalutáját, az itt megtalálja ezeket a linkeket, akár NanoX-re, illetve NanoS-ről is vannak videói Gábornak. Köszönjük Gábor bányájának. Haladjunk is tovább. A kriptodán pedig kriptodára egyre több videó kerül fel, nagyon érdekesek vannak itt, úgyhogy ezeket mindenképp ajánlom nektek, akár a Hedera is, az a blokkláncnak egy alternatív verziója, ami már blokkláncnál is előrébb mutat, azt is érdemes megnézni. Kriptopénztárcákról találtok itt, stékelésről, illetve most legfrissebben még a Lightning Networkről is jött ki videó. A Lightning Network az meg tudja gyorsítani a hagyományos bitcoin tranzakciókat, illetve olcsóbbá is tudja őket tenni, úgyhogy ezekről mind ajánlom, itt nyugodtan tudjátok nézni a videók menüpont alatt. Ezek ilyen 3-5 perces kis videók, úgyhogy gyorsan meg lehet nézni őket, aki kíváncsi egy adott témára. Na de haladjunk is tovább. Jó, hogy most nem néztem Demónékat, de tök mindegy, mert itt van a kettő, hogy meddig kell feljönnie. Ahogy látjuk is, az egy órásban is pont ahol volt az alsó vonal, itt már meg is fordult, egy 2 óráig vacilált, hogy túlmenjen rajta. Most pedig már kicsit, jelenleg 57 ezer az ár, és akkor meglátjuk, hát már egész közel vagyunk a 60-hoz, lehet, hogy fel fogják tolni 60-ig is. Nincs az már olyan messze, itt a másiknak is a teteje. Úgyhogy meglátjuk, aki ugyebár tegnap itt 53.800 vagy ilyesminél megtette longra, az most tök jó van, mondjuk egy 10-szeres szorzóval, az már 3000 plusz, össze mondjuk vegyük, hát csak 2500 plusz, akkor az is 5%? Igen, mert a 10% az 5000, és 5% a 2005. 5%, hogyha megtette valaki 10-szeres leverage-el longra, most eladja, akkor 50% plusza van rajta, mert 10-szeres szorzó miatt az 5%, az 50%-ot ért. Tényleg 5%? Ez úgy... Tényleg 5%, úgy is van. Na jó, egyelő, hát haladunk felfelé, ugye, bár meg lehet, hogy még a 60-ig is felmegyünk, 60 ezer akármeddig, pár százig, úgyhogy ezt érdemes esetleg figyelni, más mozgás most nincs, most törtünk ki, ugye, bár tegnap a nagy mintázatból, vagy hát a nagyobbból, és akkor megyünk szépen felfelé. 4 órásban itt az RSI-ek is legalsó, ugye, bár RSI, hát 77 az még jó, amikor olyan 85-90 körül itt el szokta érni az RSI, a relatív strength index, a relatív erősség, itt már most 79-nél jár, itt látjátok lent, amikor ez már 85-90-re, látjátok itt előtte is, amikor már elérte ilyen 89-et, meg ilyeneket, na ott indult egy nagyobb short, úgyhogy arra, a korrekció, akkor fújják túl a lufi, túl van vásárolva, amikor már az RSI felszokott menni 85-90 magasságára is. Még itt egy kicsi van benne, szerintem még ezt 60-ig feltolhatják. Jó, várjunk már, hát ez tök, de a 60, ez szép is lenne. Itt 60-ra felmennénk, és akkor itt azért nyomnának még egy háromszöget, vagy valamit. Egy ilyet még simán el tudnék nézni, visszamenne mondjuk 44-ig, pattingászna itt nekünk, ahogy csinálta a 30 ezresnél, és aztán utána húznánk felfelé a 100 felé. Úgyhogy ez lazán benne van a pakliba. Na, nézzük is a többit, mert van itt többi árelemzésem is már. Az Ethereum, jaj, visszament 2000 alá. Hírek előtt gyorsan rápislantottam, akkor ezért, na, gyere fel 2000-re, ha már mutatlak. 1999 egész az Ethereumnak az ára, úgyhogy még mindig a sárgás, hát ha megtörni a sárga csatornát, akkor lenne egy komolyabb mozgás, innen lehet, hogy most vissza fog pattanni, majd meglátjuk, mi lesz a vége. Jelenleg tesztelgeti ezt a pontot itt elég erőteljesen. Voltak itt kisebb mintázatok a 4 órásba? Hát nem igazán. A sárga csatorna az a legmérvadóbb most jelenleg
Az Ethereum szempontjából is egy olyan 2000 dollár magasságán van most per pill az ár. Nézzük a Binance Coin, mert olyat tett a Binance Coin, hogy tegnap mást is elkezdtem rajzolgatni, hogy jaj, csak érdekességből, hogy mit mutat ez az egész. Gyere vissza. És annyira kiadta, hát ez tegnap, itt volt tegnap este valahol, itt motoszkált, itt járt, jövögetett kicsit már lefelé, és itt rajzoltam be a kék vonalakat. Ezt tegnap este rajzoltam be, ma meg úgy ráfeküdt, mint a szél, ahogy illik. Tökéletesen, ahogy elindult. Ugyebár ez olyan pár naposak ezek a Binance-es mintázatok. Február 27, 3 napos ez az egész, ez az alsó trendvonal, lehet, hogy majd adok neki más szint, vagy valami. A felső, hát az meg 1 napos, az tegnap indult, vagy hogy 29, 19-én. Igen, ez a hatalmas kitörés, tehát hát ez azért brutál volt. Jó, aha, itt nyomja is az RSI-t itt is. De ahogy látjuk, most megült ennek a tetején. Úgyhogy per pill itt tart, ez a trendvonal, ez úgy látszik, ez is egyértelmű, hogy hatással van rá, úgyhogy aki Binance Coint figyelget, mert tegnap már ugye bár 330 meg 340 meg ilyeneket is ért, de most azért visszament 280-ra. Úgyhogy Binance Coin-nal kapcsolatban is láttok már egy-két analízist itt a linkemen keresztül. Oké, visszaváltok egy napiba, és akkor haladjunk is, mert rengeteg hír, meg jó, hát ezekről a női dolgokról is beszélni akarok, mert az még valami felháborító a világban. Senki ne legyen utánfutó, meg kutyája a nőknek, mert az főidek. Szó szerint kutya egy dolog, és sem értelme nincs belefetszölni a heteket, hónapokat, meg éveket. Azt mondja, hogy stock to flow szépen, majdnem már, hát messziről nézve, majdnem megpöckölte a lilát is. A felső trendet, jaj, megmozdult, oké. Azt mondja, hogy nézzük meg közelebbről, legfrissebb pöttyünk, ő azt mondja, hogy 57 ezer dollárnál, fú, 33 meg 108 köz kell lenni, már tényleg középen vagyunk kb. A kettő, 70, akkor abból 35 kéne, 60, hát majd ha olyan 65 ezer, 70 ezer, akkor leszünk középen. Na, de mindegy, de már kár. De lényeg, a lényeg középen, hogy tök jó helyen vagyunk, már közelebb vagyunk a 100 ezerhez, mint a más, na jó, nem a 30 ezerhez még. Mindig túragoztam, az a lényeg, hogy megyünk a 100 ezer felé, és nagyon, nagyon szép magasan van a legfrissebb pöttyünk. Úgyhogy ez tökéletesen haladunk, ahogy meg van írva, haladok is tovább. Azt mondja, hogy hányan keresnek a kifejezésekre, volt-e valami, hát semmi változás szinte, a Bitcoin ami mindig 57, a többi 3-ra pedig egyen 11%, úgyhogy nem volt olyan nagy mocorgás, hiába vagyunk túl az 50 ezeren, hiába ütöttük meg az 1 trillió dollárt, mondjuk az átlag emberek ilyenekről nem nagyon tudnak, úgyhogy ők majd később fognak észbe kapni, akkor fog megnövekedni a fő szavakra történő keresés. Asset Dash a 6. helyünket tartjuk. Kimondani ez az 1 trillió dolláros piaci értékkel? Fú, 1 trillió dollárt ér a Bitcoin. Nagyon komoly. 57 ezer, a jelenlegi 57 ezer dolláros ára a 6. hely. Facebookok, Tesla, minden mögöttünk, és akkor ez előttünk az 5 nagyobb jár. Az Apple, a Saudi Aramco, a Microsoft, az Amazon és a Google. Jelenleg nézzük meg magyar forint. Jó, hát már 17 millió is volt a Bitcoin itt egy pár órával ezelőtt. Jelenlegi magyar forintban 16 millió 888 ezer, mondjuk úgy egy darab Bitcoin. És akkor nézzük is tovább, top 10 kriptovaluta, szerintem én ezt a 360-at bezárom, mert szépen néz ki, de sokkal, sokkal praktikusabb. Írjátok meg, hogyha nyissam vissza, vagy valaki azt szeretné nézni, de én sokkal átláthatóbb szerintem, sokkal több infót, sokkal részesebben látni. Van helyezés, egyetlen egyet hiányol a CoinMarketCap-ről, hogy nincs plusz-minusz, hogy nem mutatják, hogy a Binance Coin mondjuk feljött 3 helyet, meg valaki a Tether, jó, a Tether lemet, hát tegnap mondtam azt az eget, hogy a Polkadot meg Cardano kezdi befogni a Tether, úgy befogták, meg is előzték. Na jó, nézzük is. Top 10 kriptovaluta, első helyen a Bitcoin, 24 óra alatt 4%-ot nőtt, egy hét alatt 20%-ot, Ethereum a második helyen 24 óra alatt 2%-ot nőtt, egy hét alatt 10%-ot, Binance Coin a harmadik helyen 24 óra alatt 6%-ot csökkent, azért már itt volt az ideje, mert egy hét alatt meg 113%-ot nőtt, a Polkadot a negyedik helyen 24 óra alatt 24%-ot nőtt, ó, azt az eget komoly, az elmúlt egy hét alatt pedig 50%-ot, a Cardano az ADA is beindult, nem tudom kivel kiírkált itt a múltkor a napokban, hogy kicsit én is írtam neki, hogy megpihent az ADA, de nagyon beindult az ADA is most megint. A Cardano az elmúlt 24 órában 23%-ot nőtt, illetve az elmúlt hét alatt 27%-ot. A Tether lecsúszott a 6. helyre, ugyebár az mindig 1 dollár.
Az XRP van a hetedik helyen, megy lefelé, ahogy illik, majd a jó a cikkbe, amivel be akart hűíteni az egyik nő, majd abba is a XRP-s dolog van. Azt mondja, hogy az XRP 2,5%-ot csökkent az elmúlt 24 órában, az elmúlt egy hét alatt pedig 10%-ot. A Litecoin a 8. helyen, ő át, mondjuk 1%-ot nőtt az elmúlt nap alatt, illetve az elmúlt hét alatt 11-et. A Chainlink a 9. helyen 3%-ot nőtt az elmúlt nap alatt, elmúlt hét alatt 17%-ot, és a Bitcoin Cash a 10. helyen elmúlt 24 órában 1,5%-ot nőtt, elmúlt egy hét alatt pedig 16%-ot. Dogecoin még úgy kíváncsiságból, Dogecoin a 14. helyen. Ma nőtt 1%-ot, de az elmúlt egy hétben 18%-ot csökkent. És akkor haladjunk is tovább, egy kis bányászás. És S19-es ASIC nagygép Bitcoinra $33 termel, kezd konszolidálódni, ez a 20-30, ez reálisabbnak tűnik, mint a 40, meg 50, meg 60 volt az elmúlt napokban. Jelenleg $33 profitot termel egy S19-es. 3080-as Nvidia kártya Ethereumra az mennyit termel? Á, tartja ezt a 11-12 dollárt, most jelenleg kereken $12 profitot termel magyar áramárak mellett egy nap alatt. És akkor, jó, igen, ú, nincsenek összedve a gondolataim, de valamit erről mondani kell, ugye már kettő nő kezdett el írogatni rám, ezek a, manipuláljuk a férfiakat, meg puszik, meg szívecskék, meg minden faszom. Az egyik az egy szeszkamerás lány volt, és akkor ő is, de amikor kérdeztem, hogy Tali vagy, jaj, hát én azt hogy gondolom, hogy talán, jaj, dehogy is, hát én csináljak neki több pénzt, azt ennyi. Üljek le magamnak, hát mit képzelek én, hogy csak csinálják neki több pénzt, hát hol érdeklem én őt, de azért, ja, egykorúak vagyunk, meg szívecske, meg puszi, meg minden, amikben nem fírolják az embert, utána meg leköpik a faszba. Úgyhogy ezek vannak, úgyhogy maja, nézek, Est Gábor bányán ott van a videó, a Nano S-es, Nano X-es talált fel magad. Azt mondja, hogy másik nő, ő meg megint itt rá, ő valamelyik reggel írtam is neki kis verset, de negyed órát összedobtam, reggel félkómásan még ilyeneket tudok egy negyed óra alatt pipak, még amikor félkómás vagyok akkor is. Ennyi szívet már rég láttam, nincs elked, csak Zsuska bátran, kit érdeklek, mindig vártam, s felét karom, most kitártam. Tetszik, amit rólad látok, s még épp, hogy csak kukucskálok, lelkeddel szinkronban állok, valóság ez, vagy csak álmok. Nekem társ kell, nem egy rossz lány, akkor is, ha álomfoszlány, auráink közel hoznám, én menjek, vagy te jössz hozzám. Annyi lett a te jössz hozzámból, hogy ugyebár tegnap, amikor beszéltünk, akkor ő elkezdte mondani nekem, hogy a lényeg az, hogy én milliómos lehetek, és havonta több millió forintot fogok keresni, csak szálljak be alá egy rendszerbe, mert akkor abból milliómosok leszünk, és én miért dolgozok meg ilyenek. Viszont én ez minden, amit mondani fogok, ez magánvélemény, csak tények, nem akarok én véleményt mondani, csak a tényeket felolvasni, ha már baszkódtam vele egy órát tegnap, hogy megnézem már mi ez a csoda cég, amit itt emlegetett nekem a másik csodálatos nő, aki megkeresett. És akkor azt mondja, hogy Blockchain Capital, a Blockchain Capitalhez fektessek be mindenképp, mert milliómosok leszünk. A Blockchain Capital ez egy amerikai cég, 2013-ban alapították. Persze ő azt mondta, hogy magyar cég, mert itt majd van magyar verziója is. A Ripple, az XRP, ami esik ki a faszba, az összes a top 10-ből is, meg a bíróságra citálják, az a legnagyobb befektetője a Blockchain Capitalnek. Fúj, de biztos lábakon áll. Itt van az eredeti Blockchain Capitalnek a címlapja. Itt vannak az eredeti alapítói a Blockchain Capitalnek. És akkor itt van a magyar Blockchain Capital. Ő is itt van, vannak videóik, mindenképp, nem tudom mit te mindegy, ezt nem néztem meg ezt a gyógyszert, hogy kell szedni. Ami a lényeg, hogy mind be kell fizetni, el kell járni a szemináriumra, be kell fizetni. És akkor fizetni kell érte, mert fizetni kell érte. Annyi van az egész oldalon, hogy van egy white paper, az olyan érdekes még, hogy valami hihetetlen. Én a cégelemzést meg sem néztem, white paperbe belebújkáltam kicsit, meg egy-két videót, de olyan videóik vannak, hogy atya úristen. A fele, a oroszok az egész, és akkor mondta a nő, hogy jaj, hát ez az Ethereumnak a kitalálójának a másikja, de nem tudja a nevét, de a világ legjobb annyira csodálatos, hogy ebbe kell leginkább befektetni. Az orosz videókat nem nézik annyian, mint ezt a magyart, amit csináltak ezt a magyart, de hát a magyart is annyian nézik, hogyha úristen, hol van nektek a
Pillanat, mindjárt nyomok egy ilyet, hogy blockchain kell. Ja, hát mindig itt van aló. Hát rám többen fel vannak iratkozva, mint rájuk. 1300 feliratkozójuk van. Nem tudom, én csak a tényeket fogom mondani. Lehet, hogy ez egy csodálatos cég, és mindenki tényleg milliárdos, dollármilliómos lesz egy éven belül, ahogy mondják is. Nézzünk egy pár dolgot róla. A Blockchain Capital-el való együttműködés egyszerűs jövedelmező. Egy év alatt, maximum két év alatt megkeresedett az első 1 millió dollárodat. Három egyszerű dolog van. Az első. Építsd be az életed naptárába a havi bázis szemináriumot. Fizess a szemináriumért minden hónapban. A második. Ha megvolt 2-3 bázis szemináriumod, és eldöntötted, hogy szeretnél velünk együtt dolgozni és működni, akkor mindenképpen iratkozz be a Battle képzésre, és egy éven belül legyél legalább 2-3 ilyen Battle-en. Gondolom a Battle képzésnek is van egy jó kis befizetési díja, hogy abból is jön a pénz. És a harmadik, talán a legfontosabb lépés az összes közül, azaz, hogy legyél nagyon szoros kapcsolatban a túravezetőkkel, a szponzorokkal, a mentőkkel. Igen, tehát a fejesekkel jó puszipajtásnak lenni, akkor lehet, hogy nem. Nem mindegy, nem mondok egyéni véleményeket, csak a tényeket, egy-két tényt itt. Kommentben le is írják, hogy mennyire volt hasznos, új, és remélem, hogy mindenkinek jó irányba innentől elindul a gazdasági élet, és nem véletlenül a Robert Kiyosaki rövid filmet tettem, még mielőtt elindult a webinárium. Nagyon meghatározó figura ugye a gazdasági világban a Robert Kiyosaki, és aki esetleg nem ért angolul, vagy nem beszél angolul, tulajdonképpen már most így nyíltan kijelentette, hogy a dollár gazdaságnak végül is vége, mivel és ezt fogunk tudni ma, hogy miért, vagy mi is van a háttérben. Ha fogunk beszélni kriptovalutákról, fogunk sokat beszélni Blockchain Capitalről, de szeretnék ezt a mai webináriumot elindítani a személyes bemutatkozással. Én Husnulina Regina vagyok. Jó, itt van az orosz cikk is, mert na mindegy. Kiyosakiról, fúj Kiyosakinek a nevét ilyenekre felhasználni, na mindegy, ez csak egyéni vélemény. Amúgy mindenki biztos milliárdos lesz, hogyha ide fekteti a pénzt. A háttér a kedvencem, ott kezdődik az egész, ahogy ugyebár van másik magyar kriptocsatorna, ott is a mű háttér az egy annyira csodálatos dolog. Egy irodájuk nincs, ezen egy valódi képpont nincs ezen a háttéren, ez minden full mű, ami ott van. Nekem sincs irodám, de én nem is akarom elszedni senkinek a pénzét. Úgyhogy lehet azért ide befektetni, csak szerintem óvatosan itt van a white paperjük, ami le van benne írva, hogy így kell szétosztani a, én nem mondom, hogy piramis játék, de egy kicsit van benne valami, hogy kell a külön szintek alatt szétosztani a pénzeket, egymás között a befizetéseket, és akkor itt olyanok vannak, hogy itt megy felfelé az ügynök, a menedzser, az igazgató és a regionális igazgató, és a regionális igazgató van kezdő felhasználónak fordítva, meg ilyenek vannak benne. A menedzser az kevesebbet kap, mint egy sima ügynök, meg ilyenek vannak benne. Hogyha vannak itt azért furcsaságok, de aki akar, lehet, hogy működik, hatalmas elnézést kérek a Blockchain Capital-től, hogyha nincs igazam, én csak megmutatom, segítek terjeszteni az igét, hogy szeretnétek segíteni mindenkinek milliómossá válni. Zinat Hó, Husnullin, na ő alapította az egészet, 64 találat van a nevére az egész Google-ön. Ugyebár ez a pár videó, amit csináltak, meg pár cikk 2018-ban foglalkoztak vele, azóta sincs sok minden. Az én nevemre több keresés van, mint ennek az alapítójáira, úgyhogy itt a oldaluk, YouTube-on is rengeteg mindenük van, fele orosz, fele. Az oroszok nem nézik annyi, amit a magyarok, atya úristen, 2000-en megnézték ezt a videót, az oroszok nem nézik annyian, ahonnan indult az egész. Úgyhogy hát nem tudom. Lehet, de ez az oldal, hát egy honlapot, hogy így néz ki egy honlap. Az az első, hogy fizess be. Hát na jó, oké. Erről. Ennyit haladjunk tovább, mert vannak itt rendes híreink is, tehát légy, ilyen nők, ne már, hát engem akartok behúzni, atya úristen, hát mi a jó Isten képzeltek ti erről, meg hol vagyok én utánfutó, meg senki ne legyen más csak az utánfutója, hogy majd itt csettintenek azt, akkor azt csináljuk, amit mondjuk, atya úristen. De van valami, ki meg tényleg akar ilyen palit, aki meg, hogy szoktam mondani?
Imádok alkotni a konyhában, a táncban, a szexben és versben is. Úgyhogy látni minden, majd egyszer táncolok, attól is le fog esni az álla mindenkinek. Az nyugodtan írjon rám Facebookon, Hajdú Szabolcs vagyok, Sasza, és akkor lehet írni, hogy nekem nyugodtan főszetsz, szombat délután főszetsz nekem, és akkor dumálgatunk, hogy valami, tudok, ilyen fokhagymás, tejszínes csirke mellett, kaliforniai, meg erős paprikával, spagetti ágyon, meg házi muffinnal, fagyival, ez az amaz, de úgy se érdekel senkit az ég világon, mert ha egy nő megkeresi az embert, az 99%-ban arról szól, hogy ki tudja használni, hogy tudja kihasználni, megmanipulálni. Na nézzük, akkora hír jött, megjött a BlackRock, a BlackRock, atya úristen, a BlackRock. Hát még Raoul Paul is a BlackRockot emlegeti hetek, hónapok óta, hogyha megjön a BlackRock, akkor fú, na akkor lesz komoly. Azt mondja, hogy aszeddes BlackRock. Jó, azért vannak az alján, hol vagytok Black... Ja, már elhúztak. Van a BlackRock-om? Na jó, rákeresek egyet, Ctrl F, BlackRock. Ne szívas már, leestek a... 200... Ez nagyon furcsa. Itt voltak a 95. helyen, vagy akármi. Hát itt a BlackRock. Jé, egy picit leestek, érdekes. Na mindegy, BlackRock, de oké, hogy csak a 110. helyen vannak. 100 billió dolláros piaci értékkel, de ami a nem mindegy, és amiért ők a világ legnagyobbjaik, hogy 9 trillió dollárnyi vagyontárgy van a kezük alatt. Oké, hogy nekik az épület meg az alkalmazottaik az csak 100 billió dollárt ér, de amennyi tőkét betolnak alájuk a világszinten mindenki, ez a legnagyobb cég, 9 trillió dollár van náluk, annyit tolnak be alájuk, hogy azzal gazdálkodjanak csak. Hát ha 9 trillió dollárt veszük, akkor meg az Apple sincs sehol. Trivial 100, mert már 2 trillió, 2,2 trillió az Apple-nek a piaci értéke. Na most a BlackRocknál 9 trillió, az négyszer annyi, mint amennyi az Apple. Négyszer annyi. Igen, négyszer, simán. Négyszer akkora, mint az Apple, annyi tőke van náluk, és ők bejöttek a piacra. Nagyon-nagyon brutális, hogy legyen, hogy új, valahogy így, BlackRock, azta, nem tudom, hogy mosolygós, fasz se tudja, majd beugróképnek, ez lesz szerintem a nyitókép, mert ez annyira brutálisan nagy hír, hogy valami hihetetlen. Na de haladjunk is tovább. És miért keresik az emberek a befektetéseket Bitcoinba? Ők is azt mondják, hogy mert ahogy mozog az infláció, illetve az adósságok egyre magasabbra nőnek, vagyis a hitelek, meg minden. A BlackRock belépett a Bitcoin terébe. Igen, a CNBC-nek, amerikai pénzügyi híradónak nyilatkoztak szerdán. És igen, az elmúlt negyed évnek a végén 8,68 trillió dollár, ugyebár így az magyarul billiónak kell mondani, de én angolul beszélek, 8, legalábbis a tízes hatványait angolul mondom, 8,68, ahogy az üzleti cikkekben is vannak, itt előttem az amerikai cikkekben, 8,68 század trillió dollár, annyi vagyontárgy van a kezelésük alatt. És amikor megkérdezték a portfólióról, hogy mennyit fektetett be a BlackRock, adjanak már egy százalékot, vagy ilyenek, akkor hát ezt nem is tudom, hogy sárga, de lehet, hogy lilával kéne kijelölni, mert ez meg azért, mert ők meg azt mondják, hogy nem akarnak százalékot mondani, mert az adott befektetőhöz, miért az adott befektetőnek milyen a portfóliója, mik befektetett eddig be, másik megint másokba fektetett be, egyiknek azt fogják mondani, hogy ennyit fektessen, a másiknak meg, hogy annyit, nem tudnak egy központi számot adni, hogy hopp, most akkor 5% vagy valami, mert egyénenként finom hangolják. Lehet, hogy ez inkább nem is sárga, hanem lila, mert ez még komoly is, hogy ilyen szinten gondolkoznak, hogy egyénre szabva befektetés. Nem azt mondják, hogy mindenki vegyen, tudom is, 5%-ért vagy 10%-ért bitcoint, hanem van, aki 20-ért, van, aki meg 2-ért, de ezt ők tudják. Na de ami a lényeg, ma a volatilitás, az ármozgás az hatalmas, de figyeljetek, az emberek a biztos befektetési pontokat keresik, az értékőrző befektetési pontokat a világban. Az olyan vagyon megőrző lehetőségeket, amik infláció, hatalmas inflációs mozgásokat és adósságok felhalmozódását is kibírják, így ők is elkezdtek bitcoin irányba menni.
Igen, az intézmények közt nagy szinten növekszik az érdeklődés a Bitcoin kapcsán, ezt elmondják nem tudom hány cikkben, mindenhol, hogy a Tesla, meg a Mastercard, meg a BNY Mellon, ők is, mindenkit érdekel már a Bitcoin. És azt mondja még a BlackRock, hogy a színesítése a portfóliójának, az embernek, hogy más is nem csak papírpénzben van a pénze, vagy ingatlanban, vagy akármi, hanem hogy színesítse, hogy kriptót is vegyen mellé. Mert ez szerintük ennek van értelme. Az a lényege, csak arra jutottak ők is. Úgyhogy megjött a BlackRock, atya úristen, a BlackRock az nagyon kemény, az nagyon komoly. Fú, nagyon jó kis hír. Na ne haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy... Igen. Az amerikai focisták közt Russell Okung, már ő a legjobban fizetett amerikai focistaként az USA-ba, és hogy miért, ez a nem mindegy, mert ugyebár 2 decemberben már volt egy cikk róla, és ő már mondta a világnak, már akkor itt sokkolta a világot, itt most úgy fogalmaznak, hogy az évi 13 millió dolláros fizetésének a felét ő bitcoinba kéri, már decembertől ő mindenképp ezt kijelentette. Nem tudták hivatalosan megoldani, de az ügyvéde, vagy a szponzora, vagy milyen van az sportolóknak, az intézi neki, hogy a fizetése feléből mindig bitcoint vesznek neki. És akkor... most, hogy 56 ezer lett a bitcoin, az, ami eddig volt, vagy eddig befektetett, már ebbe a pár hónap alatt többet keresett, többet ér, mint az egész fizetése. Az egész éves fizetése. És igen, mert az NFL, meg az amerikai foci liga hivatalosan az USA-ban nem lehet magasabb fizetés az amerikai foci ligában, mint 180 millió. Neki meg így, hogy begytalmi fektetés, úgy nő az értéke, a úgymond fizetése felének, ami bitcoinban, mint a szél, sokkal komoly, többet keres, mint amennyit hivatalosan papíron kereshetne egy focista. És Okung... már látta, hogy ez egy jó döntés akkoriban is, amikor decemberről fektette, meg most is látja, és akkor azt mondja, hogy az, hogy bitcoinba kapjuk a fizetésünket, vagy valakit bitcoinba fizetnek, az az első lépés ahhoz, hogy ki tudjunk lépni a korrupt és manipulált gazdasági rendszerből, aminek jelenleg mind a lakói vagyunk, amiben benne élünk. Úgyhogy amerikai focistánk, ő szépen látta a dolgokat már itt decemberben, meg is hálálta neki az egész rendszert. Tovább, Oroszországban, igen, növelik tovább a kapacitásokat, mert annyira a kriptobányászat kapcsán, hogy a bányászcégek nagyon mennek, nagyon keresett pont lett Oroszország az olcsó energiaárak miatt. Itt írják is, hogy még 2 másik épületet fognak felépíteni, vagy felhúzni Oroszországban, mert akkora az igény, hogy mindenki vinné hozzájuk a bányászgépeiket. És a Bitriver, erről már ugyebár múltkor is volt szó, hogy akkora szállítmányt küldtek Kínából, hogy akkor még soha nem volt, nem tudom, 20 ezer bányászgépet, vagy hogy egy szállítmányba, 8 kamionnal, vagy mennyivel vitték oda. És akkor nekik a vezérigazgatójuk, a Bitrivernek, ő mondja is, hogy az amerikai és az európai befektetők Kínából, Afrikából, Dél-Amerikából és Dél-Amerikából Oroszországba mozgatják már át az infrastruktúrájukat, a bányászgépeiket. A legfőbb ok emögött, a váltás mögött, ami áll, az az, hogy az elektromosság ára nagyon drága azokban a régiókban, Oroszországban pedig nem, ők alacsonyan tartják. Itt Szibériában meg mindenhova fognak majd bányászfarmokat telepíteni. Úgyhogy a bányászok azok nagyon Oroszország felé kezdenek koncentrálódni. Na, nézzük, előkapták a farzsebből Janet Yellenünket, és egy kicsit rémizgessen most is. Semmi újat nem mond az égvilágon, még mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy még mindig csak illegális kereskedelmekre használja mindenki. Jaj, ez a szem meg az a fotó. A kriptovalutákat, és akkor bla bla bla... Hol van? Ő még mindig azt mondja, hogy még főleg illegális dolgokra használják a kriptovalutákat, pénzmosásra, drogvásárlásra és pénzügyi terrorizmusra. Tehát mindannyian, aki engem néztek, a nagy részetek Janet Yellen szerint, vagy illegális drogvásárlásra, vagy pénzmosásra, vagy terrorista finanszírozásra használja a kriptovalutáját, csak azért vette. És akkor nézzük is, mert... Ki mondta ezt? Pillanat.
Ez másodperc, ezt én nem akartam szerintem kijelölni, ez valahogy megcsúszott ez a zöld, ez nem tudom honnan jött. Na mindegy, ezek valahonnan elmásztak, ezt nem így jelölgettem be. Na jó, oké, piros, elmondtam, hogy neki mennyire nem tetszik, és Kiyosaki véleményezte, amiket mondott jelenünk, és Kiyosaki azt írta rá, hogy az amerikai tőzsde felügyelettől Janet Yellen azt mondja a CNBC-n, hogy a bitcoint bűnügyi tevékenységekre használják, álljunk meg egy szóra, és az amerikai dollárt nem. Ki hiszi el ezt az akadémiai elitnek? Azt hiszitek, hogy ennyire naívak vagyunk? Határozottan vásároljatok, ennek meg a vége elmászott valami a kielégítéseimbe. És akkor határozottan azt mondja Kiyosaki a végét, tehát nem hiszük, hagyjatok már viccelnek, mikor amúgy is ott volt a kimutatás, hogy 0,34%-át, ha jól emlékszek, 34%, 0,34%, egy fél százalékát nem használják a kriptotranszakcióknak illegális tevékenységre. És ezt mondja Kiyosaki is, hogy határozottan vegyetek több aranyat, ezüstöt, meg bitcoint. Mert azok az értékmegőrzők. És akkor az Egyesült Államok Wyoming-i szenátora Cynthia Lummins és azon azt tervezgeti, hogy ő meg fogja győzni Janet Yellent arról, hogy a bitcoin, annak megvan a létjogosultsága és egy csodálatos vagyonmegőrzési forma a mai világba. Miközben még mindig úgy gondolja, hogy ez egy jó időbe bele fog telni, mire Janet Yellent meg tudja győzni. Hát azt elhiszem, aki és ilyen szemekkel néz, amikor a kriptovalutákról beszél, azt nem lesz egy könnyű meggyőzni arról, hogy ettől ne féljem. Következő az IMF is, Nigériában már nyomja az IMF is a saját dolgait, hogy vigyázzanak a kriptovalutákkal, leküldték az IMF-től az embert, aki a nigériai képviselőjét az IMF-nek, igen, Nigériába. És igen, és akkor mondják is, hogy jajajaj, hogy a nigériai nemzeti bank, hogy be akarja tiltani, vagy betiltotta a kriptovalutákat, az csak azért van, hogy megőrizze a jelenlegi pénzügyi rendszernek a stabilitását. Stabilan lehessen tovább lopni, nehogy aztán valami gond legyen ezzel. És az adókat mindenképp, az adókra mindenki figyeljen, adóztatni kell, meg minden ezt mondja a banknak, meg mindennek. Ha ebbe sem mennék nagyon bele, ellenzik, mert hát nem fogják tudni kihúzni a pénzt a zsebünkből a műinflációval, amit gerjesztenek 50 éve. A következő, ez egy hát ez egy nagyon lájtos kimutatás, egy semmi. Azt írják, hogy a legmagasabb szintű kriptováltókon a pénzügyi kriptováltó pénzügyi részesedése 13%-ot nőtt október óta. Hát a Binance Coin tegnap ugrott 50%-ot egy nap alatt, vagy hogy mi ez a 13, kezdtem is itt nézegetni. Jaj, annyira a legnagyobb kriptováltók, hogy van valami alaplimit, hogy mit lehet váltónak nevezni, vagy ilyenek besorolásig, a 160 váltót számításba vettek. Hát az utolsó úgy kihúzzák le, azok húzzák le 13%-ra az egészet, hát ha néznénk a Binance, vagy Coinbase-t, a legnagyobbakat, Huobit, ilyesmit, akkor hol 13% már az. Ami egy kis érdekesség volt benne, hogy legalább azt írták, hogy a váltóknak az elmúlt évben már csak az 1%-uk volt meghekkelve, úgyhogy ez mindenképp pozitív egy hír. És akkor nézzük is a végét. Azt mondja, hogy igen, a maláj rendőrség lekapcsolt egy bandát, aki áramot lopott bitcoin bányászatra, 2 millió dollár értékben lopott áramot, tehát ne lopjátok már az áramot, aki bányászni akar, hát hivatalosan is meg lehet azt csinálni, és akkor is haszon van belőle, mint az állat. Hogyha úristen, meg még bejegyezve, és még kevesebbet kell a bányászat után adózni, mint egy magánembernek, a jelenlegi magyar törvények szerint itt tartunk. Még lopni az áramot a bányászathoz, istenem. Jó, ez nem magyar, de akkor is. Olyan 1700 bitcoint koboztak el, 1700 bitcoin bányász gépet koboztak el tőlük, amik összesítve egy olyan 650 ezer dollárt érnek. És akkor ebbe ennyi is volt, ez nem volt egy nagy tuc. Illetve van még egy utcsó, itt meg megint nagyon megtámadták a kriptópiát, új-zélandi váltó kriptópiának hívják, de hát egy ilyen váltóra nem tudom, ki teszi be még egyáltalán a pénzét, mikor azt én most 45 ezer dollár, hát még 100 ezeret se loptak el tőlük, annyira nincs semmiük kb, vagy nem tudom. Jó, az előző cikk nincs is, júj, azt még elfelejtettem, na mindegy már. Igen, hogy 40, eszembe jutott, hogy most meg kéne nézni őket Asset Dash-en, de nem létezik, amit mondtam, magyar cég nem létezik Asset Dash-en, illetve a coinjuk, amit mondanak, vagy tokenjuk, hogy amik nekik van, és az az első, hogy abba fektessen be mindenki, az nem létezik a CoinMarketCap-en se. Na de haladjunk is tovább.
45 ezeret loptak innen, amúgy meg 2019-ben. 30 milliót loptak erről a váltóról. Egy előző volt munkatársuk meg 182 ezer dollárt lopott el a váltóról, úgyhogy ki a jóisten akarna a kriptópiába bármit is, egy forintot adni nekik, mikor minden csak ellopnak tőlük, még az is lehet, hogy nem tudom, mindegy, hogy hogy csinálják. Fúj, nem mindegy, úgyhogy ezzel vigyázni kell, ezerrel. És el is értünk a végére, úgyhogy mutattam tegnap időjárást, ugyebár látjuk is, ez most megint 26-án egy héttel előre beragadt, hogy jön a 15 fok jövő hét végére már, jövő héttől jönnek a 10 fokok, meg ilyesmik. Nézzünk most mondjuk egy csapadékot, az legyen a hő után. Mennyire fog esni, illetve havazni az elkövetkezendő egy hétbe. Jaj, váltuk egy szombatra, a dél kb. Az úgy jól van. És akkor hú, hogy nem sok semmi van. Nézze meg mindenki, hogy hol van jelenleg, és akkor indul a vonat, ugyebár csapadék, eső, illetve havazás, hogy fog érkezni. Ez a szombati nap, ez a vasárnapi nap, ez a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek és szombat. Se eső, se hó nem lesz itt Magyarországon egy hétig, ahogy néztem, ne is legyen. Nem kell az ide nekünk visszaváltás. A hőmérsékletre... Köszi szépen, hogy ismét meghallgattatok, holnap este megint, holnap megint jövök a friss hírekkel, további szép estét mindenkinek, sziasztok!